Több szempontból is különleges próbát tartottak a tolnai ifjúsági fuvolzenekar tagjai. A fiatal zenészek a Kultúrházak éjjel-nappal nevű, a művelődési intézményeket népszerűsítő országos programsorozathoz csatlakozva egyrészt bárkit beengedtek a próbájukra, másrészt a közönség itt hallhatott részleteket első alkalommal a zenekar következő koncertjének anyagából. Egy teljesen új műsorral készülünk, most március 30-án lesz a Movie koncertünk, ahol természetesen filmzenei részleteket fogunk játszani, és hát ezeket próbáljuk a szólamokat összehozni, összeegyeztetni, tempókat, meg mindenki a saját kis dolgait megpróbáljuk beletenni, és akkor ezt kell összegyúrnunk. A nyílt próbán eddig a Jurassic Park részleteit hallhatta a közönség, majd egy picit belenézünk még az utolsó Mohikánba, meg a Robin Hoodba is. Remélhetőleg lesz időnk erre, úgyhogy hát ilyesmi dolgok lesznek a koncerten is. Két abba egyeztünk meg a zenekarral, hogy február elejére mindenki tud mindent. Oké, menjünk csak. Na, figyelj. 1, 2, 3, 1. A különleges próba közönsége tehát nem csak abba pillanthatott bele, hogy a zenészek hogyan készülnek a következő előadásukra, hanem abba is, hogy milyen kihívásokat jelent, hogy a fúvós hangszerek mellett például ütősek is megszólalnak majd a koncerten. Mert hogy a tolnai fúvósok különleges hangzásának egyik titka éppen ez, vagyis hogy a fúvósok mellett más hangszerek is rendszeresen felcsendülnek az előadásaik során. A Symphonic Band gyakorlatilag ez a műfaj, amit játszunk most. Hát ez hangszerelésben különbözik el a hagyományos fúvószenekari daraboktól, igazából annyiban más, hogy ami a szimfonikus zenekarban megtalálható, például hárfa és különböző, tehát zongora például, meg különböző ütős hangszerek, azokat ugyanúgy ebbe beleírják, és ettől tér el nehezebb egy picit, mint egy hagyományos fúvószenekari műfaj. A tolnai ifjúsági fúvószenekar történetében abszolút nem ez lesz az első olyan tematikus koncert, aminek során a Tari Gergely vezette zenészek már ismert, ám korábban egészen más közegben hallható zeneszámokat adnak elő. Mondhatni, nekik ez az egyik ismérvük. Mindig próbálok valami olyasmit kitalálni, hogy tematikusra tegyük a dolgot, meg szerintem ez a zenészek szempontjából is érdekes lehet, hogy többfajta műfajban próbálják ki magukat. Ugye volt már fantasy koncertünk, legutóbb egy Broadway műsort hoztunk össze, most a filmzenei a főszerep, de egyébként a fejemben már megszületett a következő téma is, ahol hát kifejezetten szimfonikus vagy fúvószenekarra írt műveket fogunk majd előadni. Ez talán egy picit érdekes lehet a közönség számára, mert nem annyira ismert dolgok, de talán a tolnai közönség most már értő annyira ilyen szempontból, hogy meg ezt is szívesen fogadja. Most csak ezzel foglalkozunk, hiszen nagyon-nagyon nehéz ezeket a műveket összehozni.
De volt már arra példa, hogy egyszerre több műsorral kellett foglalkoznunk, egy ilyen nyári, könnyedebb térzenei anyagot próbáltunk, mellette a Broadway koncertre készültünk, szóval most egyelőre így van, de amint vége a movie koncertnek, következő héten már próbáljuk a következő anyagot, meg persze természetesen készülünk az ősszel megrendezésre kerülő Brass Vegas Fesztiválra, ahol nyilván egy könnyedebb nyári műsor lesz majd hallható. Nyárig viszont tehát még bőven készülnek újdonsággal a tolnai ifjúsági fúvósok. Addig is, aki teheti, látogasson el a Lovardába március 30-án, hogy az eddig még soha be nem mutatott movie koncert anyagát is élőben élvezhesse.